Már Algériában is bozott tüzek pusztítanak, a hatóságok szerint gyújtogatás történt. Az észak-afrikai országban a tűzvésznek már legalább 65 áldozata van, közülük több mint 20 katonák, akik a helyiek megsegítésére siettek. Az algériai elnök 3 napos gyászt hirdetett. Olaszországban már 3-an haltak meg a tomboló erdőtüzekben. Egy 77 éves pásztor találtak holtan a farmján. Korábban egy nő és unokaöccse vesztette életét, akik a családi olajfaligetet próbálták menteni. A hőmérséklet rekordokat dönt az ország déli részén, miközben erős szél fúj. Szicíliában csak nem 49 Celsius fokot mértek kora délután. Görögországban a lángok terjedését nagy részben sikerült megállítani. Tűzoltók százai siettek Európából és a Közel-Keletről a lakóterületeket is pusztító erdőtüzek ellen. A tűzvész mintegy 90 ezer hektárnyi területet perzselt fel, ennek több mint felét Évia szigetén. Törökország délnyugati partszakaszán is még küzdenek a lángokkal, legalább 8-an haltak már meg az erdőtüzekben, közben az ország északi részén árvíz pusztít. A heves esőzések áradásokat és földcsúszamlásokat okoztak, legalább egy ember meghalt, többeket még keresnek.